Köszöntöm nézőinket, a Szemközt mai műsorát felvételről láthatják. A múlt héten a Szegedi Tudományegyetem kancellária arról beszélt a Magyar Televízió műsorában, hogy az egyetem klinikai központja 12 év óta először adósság nélkül kezdte az évet. A bejelentés hátteréről ma Fendler Judit kancellárasszonyt kérdezzük. Jó napot, jó estét kívánok! Jó estét! Kérdező társam Márok Tamás. Köszöntöm én is! Mi volt a klinikai központ eddigi legnagyobb adóssága? Én 16 óta követtem a klinikai központ adósságállományának, illetve működésének alakulását. 16 végén 3,5 milliárd volt a mínusz. Az előző éveket így évre lebontva nem tudom. Szeptemberben itt volt rektor úr, és akkor is beszélgettünk akkori hiányról. 1,5-1,6 milliárd forint volt tavaly szeptemberben a hiány. Azt mondta, ez 3-5% közé tehető, és a legrosszabb évben 8%-ra kúszott föl. De ezt a hiányt mindig kiegyenlíti a fenntartó az év végén. Most is ez történt? Hát ki kell, hogy igazítsam, elnézést. Pont az a probléma, hogy nem egyenlíti ki a fenntartó év végén. Tehát ez egy kicsit bonyolult történet. Alapvetően az egyetem egyenlíti ki a hiányt. És ez a legnagyobb problémánk. A fenntartó, nálunk az oktatási államtitkárság, ez az egészségügy hiánya, tehát ez egy ilyen faramuci helyzet, hogy az egészségügyi konszolidációból valamilyen részben részesül a Szegedi Egyetem a klinikái révén, de ez messze nem kompenzálja a hiányt. Tehát az egyetem összgazdálkodásából egyenlítjük ki, amennyire tudjuk. 2007 óta, tehát ez nekünk egy nagyon-nagyon nagy szívfájdalmunk az egész egyetemnek. Hogyha erről beszélhetek pár szót, 2007-ben történt meg ugye a Városi Kórház integrációja a Szegedi Tudományegyetembe. Ekkor megkapta az egyetemi klinika, de hát akkor már ugye az egyetem részeként a teljes szegedi betegellátást, amit azelőtt a Városi Kórház végzett, annak a megfelelő eset számával. Ehhez megkapta az ingatlanok felét, és megkapta a finanszírozásnak a 0%-át. Tehát innen indultunk, és tulajdonképpen én most megnézettem a számokat, elég nehéz 2006-2007-re visszamenni, de akkor a Szegedi Városi Kórház finanszírozása 2006-2007-ben ilyen 2,5 milliárd forint volt évente. És a következő évben önök meg nem kaptak semmit? Nem. De ez hogy lehet, az állam miért nem egyenlítette ki? Hát ezt én így utólag szintén megkérdezném, már csak azért is, mert ugye három ilyen intézmény van az országban, ahol egyetemi központ van, és ugye az egyetemi központok klinikái azok benne vannak az ország négy legnagyobb betegellátójában. De a többi városokban úgy tudom, ott nem csináltak egységes egészségügyi ellátórendszert. De igen. Már ugye, létrehozták 11-ben azt hiszem Pécsett, a Baranya megyei kórház integrálódott a Pécsi Egyetembe, de akkor a finanszírozásnak 50-60%-át azért megkapták, akkor sem az egészet, és 17-18-ban a Debreceni Kenézi Kórház pedig egyszerűen egy az egyben került az egyetem égisze alá. Tehát azért Szeged nagyon rosszul indult. Meglátásom szerint nem lehet úgy hatékonyságot javítani, hogy rögtön az elején elindulok egy nagyon nehéz helyzetből, és majd valahogy megoldjuk. Ezt a Szegedi Egyetem még mindig issza. Tehát, hogy még egy számot mondjak, ahhoz képest, hogy mennyi volt az esetre jutó finanszírozás az egyetemen 2007 előtt, ahhoz képest 2008-2009-től annak olyan 65-75%-án vagyunk azóta is. De azt mondják, hogy a probléma gyökere, a ősi gyökere az, hogy a univerzitás, tehát az orvosegyetem és a tudományegyetem egyesült, és hogy az egészségügy finanszírozása hát nem volt elég a pénz, és a többi helyről kellett elvonni. Igen, egy kicsit annyiban módosítanám, hogy ugye gyakran összekeverik az orvos egyetemet és a klinikát. Ugye az orvos egyetem az nem feltétlenül tartalmaz klinikát, ugye itt tartalmazott, de alapvetően a klinika az az egészségügyi ellátó, csak ugye az egyetemeken oktatási tevékenységet is végez, és elég nehéz a kettőt szétválasztani. Tehát a hiányunk az egészségügyi ellátásból fakad. Ha már szóba került ez a korábbi összevonás, a Városi Kórház beolvadása a klinikai központba, akkor
Változatlanul azt mondom, hogy hihetetlen, hogy az állam azt a finanszírozást, amit korábban megadott, azt nem adta meg az egyetemnek. A város némileg igyekezett segíteni, 10 éven keresztül 100-100 millió forinttal járult hozzá az egyetem költségeihez. Igen, ez való igaz, sajnos ez a 10 év is eltelt. Egyik oldalon természetesen a 100 millió forint is jelentős összeg, másik oldalon azért tulajdonképpen a teljes betegellátási felelősséget az egyetem így levette a városról. Nekünk ez óriási károkat okozott, tehát a 100 millió forint az, ahogy említettem, mondjuk a 3,5 milliárdos éves adóssághoz képest azért elenyésző összeg, úgyhogy azért mi ezt nyilvánvalóan nyilván tartjuk, bár ugye az egyetemi költségvetés az egy éves költségvetés, tehát nem viszek tovább ilyen értelemben tételeket, de olyan 22-23 milliárd forintra tesszük azt az összeget, amit az egyetem összességében az egészségügyi ellátásba finanszírozott egyéb forrásaiból. Tehát a város ilyen értelemben a 100 milliót adta, 2 éve most már ez is lejárt, illetve hát azért az ingatlanokkal nagyon súlyos problémáink vannak. Na most, ha már ingatlanokat említ, akkor a régi egyes kórház épületét a város, amikor éppen felújítása van az egyetemnek valamelyik karának, akkor önök azt megkapják, ha jól tudom. Hát egyszer volt ilyen, akkor, amikor a bójai épületet újítottuk föl, azt hiszem 11 és 14 között, akkor ingyenes használatra úgy, hogy a felújítási, illetve rezsiköltségeket értelmszerűen az egyetem állja, megkaptuk, és ugye megint folyamodtunk a városhoz nyáron, mert kezdődnek a nagy átalakításaink. Zeneművészeti kar, illetve a volt sebészeti klinika épülete. Meg is egyeztünk, kötöttünk is egy megállapodást hasonló feltételekkel. Én most nagyon bízom abban, hogy ezt fent tudjuk tartani, ugyanis mi a következő 3 évet nem nagyon tudjuk anélkül túlélni, 3-4 évet, hogy ezt az ingatlan ne tudnánk használni. A város szeptemberben és októberben is meghirdette az ingatlant eladásra. Meglátjuk. Na most hát egy hiány nagyon egyszerű csökkenteni, vagy csökkenteni kell a kiadásokat, vagy növelni kell a bevételeket. Akkor kérjük, most vegyük sorra, milyen kiadáscsökkentő intézkedéseket hoztak? Egy pillanatra visszalépnék, tehát én első körben azért a bevételeket növelném, azért, mert ahogy említettem, így is mi kevesebből oldjuk meg a hasonló vagy jobb színvonalú betegellátást, mint a partnereink. Ugye ez, amit említettem, ez a 75% az esetre jutó finanszírozás, az azt jelenti, hogy ugyanolyan vagy jobb minőségben látjuk a betegeket kevesebb pénzből. Tehát itt a megszorításoknak kevés tere van, ennek ellenére természetesen hatékonyságjavító intézkedés hoztunk. Ez bizonyos tevékenységek visszaszervezése, ez nagyon fontos. Tehát mit tudom én, csak a belső betegszállítás visszaszervezésével külső vállalkozó végezte, évi több mint 100 millió forintot takarítunk meg, és sorolhatnám azokat. Nagyon nagy szerződéseket tendereztettünk meg, ami mögött nem állt normális tender, és ott nagyon nagy megtakarításokat értünk el. Tehát ezek voltak az első lépések. Radiológia visszaszervezése is folyamatban van. Mert az egy nagyon nagy tétel. Az nagyon nagy tétel. És egy nagyon nagy üzlet. Hát ez nagyon érdekes egyébként, ha itt elmondhatom. Tehát egyik oldalon akkor, amikor arról van szó, hogy milyen árat alkuszunk ki a beszállítóval, akkor alapvetően, hogy mondjam, akkor úgy tűnik a tárgyalások során, hogy ez nem nagy üzlet. Amikor arról van szó, hogy mennyi mondjuk egy elmaradt haszon, akkor meg kiderül, hogy óriási üzlet. Hát ahol ennyi magáncég van, ott biztos, hogy van üzlet benne. Nem tudom, tehát nem tudom eldönteni, hogy lehet, hogy azért végzi valaki a tevékenységét, hogy vasárnap zárva tartson. Ha az egyetem ledolgozta a klinikai központ hiányát, akkor megérezték ezt a karok, megérezte ezt az oktatás, hiszen valahonnan át kellett csoportosítani a pénzt. Én azt gondolom, hogy talán már a 2018-as évben valamit éreztek a karok, 2019-től feltétlenül. Tehát nagyon komoly olyan intézkedéseket hozunk, ahol azok a karok is, akik veszteségesek, azok is egyfajta, hogyha megfelelő átalakulási tervet letesznek a szenátus elé, illetve a dékáni kollégium elé,
akkor és javítják a gazdálkodásukat, akkor tulajdonképpen egy úgynevezett kockázati alapból a fejlesztéseiket támogatjuk. De én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés, tehát olyan karoknál, ahol akár csak definíciószerűen nem tudnak pozitívumot elérni, mert vannak olyan oktatási területeink, ami egy társadalmi felelősség. Tehát én nem tudom azt nézegetni, hogy az óvónőképzés az mennyire nyereséges, vagy a szociális munkásképzés, vagy az ápolóképzés, azt nekünk csinálni kell. Mi nem vagyunk egy olyan szakegyetem, aki csak azokat a képzéseket végzi, akár az egészségügyi képzéseket, akár a gazdasági képzéseket, ami nálunk is önmagában nyereséges. Tehát nekünk is a gazdasági képzésünk nyilván kisebb, mint mondjuk a Corvinus Egyetemi, de önmagában remekül megáll a saját lábán. Ugyanúgy megállna az összes egészségügyi kar a saját lábán. Sőt, az egészségügyi karokra vonatkozóan Rovó rektor úr azt mondta ezen a szeptemberi beszélgetésen, hogy ezek a karok szinte kitermelik a klinikai központ hiányát. Nem tudom a pontos megfogalmazás, hogy hangzott el, de valami ilyesmit mondott. Igen, ezt abszolút helyesen mondta, tehát, hogy ezek a karok valamilyen szinten fönntartják tehát az egészségügyet, ha egyben nézzük a klinikát és a négy egészségügyi karunkat, akkor ez önmagában tulajdonképpen életképes lenne, de nagyon nagy áron. Most már. Tehát korábban ez... Az ár az egyébként, amit én kicsit nehezményezek, az, hogy saját erőből nem tudtunk fejleszteni. Most először van egy olyan nagyobb arányú fejlesztésünk, ahol pont aláírtuk a szerződést, egy 10 éves bérleti konstrukció. Tehát ez az, amit meg tudtunk csinálni. Én nagyon küzdök azért egyébként, hogy ne bérletben, hanem lehetőség legyen hosszabb távon az egyetemek számára esetleg egy leasing konstrukciót elérni, mert egy áfa 27% milliárdos beruházásoknál sokat számít. Most van először egy ilyen típusú saját erős fejlesztésünk. Egyébként fejlesztés az egyetemen csak uniós forrásból történt. Na most ez az ára. Megérezték a karok ezt, mert hallottuk, hogy zároltak pénzeket, meg ilyen pályázati pénzeket is a közös bevontak, és hát az nem nagyon fájt nekik. Akkor hadd mondjam el itt a nyilvánosság előtt, semmilyen pénzt nem zároltunk. Ez egy nagyon, nagyon nehéz pénzügyi kérdés. Én szerintem senki nem akar ebbe belemenni, hogy a költségvetés az egy évre szól. Egy évre. Tehát nekem a költségvetés... És amit nem költöttek el, és nincs kötelezettség vállalással terhelve, azt nem, hogy elveszítik, azt tőlem elveszi a fenntartó. Ami azt jelenti, hogy a karok akkor tudják továbbvinni a potenciális maradványokat, nem is továbbvinni, hanem úgy mondjuk, hogy újra nyitni, hogyha ezt kötelezettség vállalással lefedi. Na most még egy dolog... Tehát nem vettünk el senkitől egy fillért se, ezt azért szeretném még egyszer elmondani. A bevételeket már nevetünk, költségcsökkentés. Milyen költségcsökkentési lépéseket hoztak? Volt például leépítés? Nem, leépítés nem volt, sőt, azt mindenképpen nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden területen lehetőség szerint elsősorban nyilván a szakmai, tehát amiről az egyetem szól, a legjobb kollégákat ide vonzuk, visszahozzuk. Az utolsó másfél percben a fejlesztésekről is ejtsünk néhány szót, bár ön már utalt rá, de 20 milliárd forintot meghaladó fejlesztést terveznek. Ezeknek az új épületeknek, az infrastruktúrának a fenntartása többe kerül-e majd, akár a személyzet, akár a működtetése? Alapvetően úgy próbáljuk az ingatlanainkat racionalizálni, hogy ne kerüljön többe. Nyilván ezt azért nehéz azzal, hogy légkondicionálások vannak, de másik oldalon egy sokkal jobb fűtési rendszerek lesznek, tehát megpróbáljuk azt, hogy ne kerüljön többe. Nyilván vannak olyan épületeink, amiket hosszú távon jó lenne kivonni a működésből, és jó lenne modern épületekkel dolgozni. Sok felújításunk van, ahol ugye nem kérdés, ott csak jobb lehet. Minden évben újra termelődik-e az adósság? Ugye most az első év, amikor azt mondjuk, hogy pozitív nullán zártunk, nagyon reméljük, hogy ezt tudjuk tartani. Nyilván azok a béremelési hatások, amik pont azokon a területeken érintik a klinikát, hogy mosatás, takarítás, őrzésvédelem, tehát a nagy munkaerő igényű területeken nem tudjuk elkerülni mi sem a bérrobbanást, meglátjuk, próbáljuk tartani. Kancellár asszony, köszönjük szépen, köszönöm, hogy vendégünk szépen volt. Köszönöm. Kedves nézőink, önök a szemközt adását látták, egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt találkozunk, viszontlátásra.